José Ángel López Horrán, Spanyolország magyarországi nagykövete, Szenecei Balázs budapesti főpolgármester helyettes, Bús Balázs Óbuda Békásmegyer polgármestere koszorúzta meg Ángel Sasbriz emlékkövét. A vészkorszakban budapesti spanyol diplomataként dolgozó férfi több mint 5000 magyar zsidót mentett meg. 2015-ben avatták fel a műalkotást, és a tiszteletére a jégtörő utat is átkeresztelték a nevére. José Ángel López Horrán, spanyol nagykövet arról beszélt, hogy az Ángel Sasbriz nappal hagyományt kívánnak teremteni. Különösen fontos számunkra az, hogy megemlékezzünk, egy hagyományt teremtsünk, minden évben el fogunk jönni októberben, és megtiszteljük ezt az emlékművet egy koszorúval vagy virágcsokorral. Nagyon fontos számunkra, hogy ébren tartsuk ennek a spanyol diplomatának az emlékét, nem csak azért, mert spanyol diplomata, hanem azért is, mert ő munkatársaival együtt nagyon sok ember életét mentette meg. Szenecei Balázs főpolgármester helyettes Leon Lészon lengyel holokauszt túlélőt idézte. A hős egy olyan egyszerű emberi lény, aki a legjobbat választja a legnehezebb időszakban. Hát ilyen volt Ángel Sasbriz, spanyol ügyvivő úr és munkatársai, Elizabeth Tournier és Farkas Zoltán, akik emberek tudtak maradni a legembertelen körülmények között is. És talán olyan könnyűnek tűnünk így utólag, hogy spanyol útleveleket, spanyol családi útleveleket és oltalomleveleket bocsátottak ki 1925-ös spanyol király rendelete hivatkozva, de mindannyian tudjuk, hogy ez egy óriási hőstett volt és óriási bátorság kellett ahhoz, hogy ezt megtegyék, és így megtörténhetett a vészkorszak legnagyobb mentő akciója. A spanyol nevéből, az Ángelből egyszerűen csak a budapesti angyalnak nevezett diplomata úgy mentett meg 1944-ben több mint 5000 magyar zsidót, hogy spanyol útlevelet biztosított a számukra. A budapesti angyal sok óbudai zsidó embert is megmentett. A kerület, az emlékkő és az utca elnevezés mellett februárban kiállítással is tisztelget Ángel Sasbriz emléke előtt.